Köszöntöm a Daily Bab TV nézőit. Bedő Imrét van lehetőségem kérdezni. Konszálláson vagyunk egy izgalmas délutáni előadás után. A kezdő kérdésem az az, hogy ami el is hangzott az előadáson, hogy milyen állapotban látod a közösségeket? Ezekben a nehéz időkben, amik most jönni fognak, fel fog értékelődni a közösségnek a szerepe. Az emberek ezt még nem tudják, és sajnos nem is értik, hogy mi egy igazi közösség. És azt hiszem sajnos, hogy annyira el vagyunk idegenedve egymástól, és ahogy a fogyasztói társadalom kialakítása pont arról szólt, hogy mindenkinek mindenek külön legyen meg, ne kelljen semmiben sem számítani másra. Az egész filozófiája is a fogyasztásnak erre épült, úgyhogy tényleg el vagyunk egymástól szeparálódva, el vagyunk egymástól idegenedve, és atomizált társadalomban élünk. Ezért nagyon nehéz lesz ezeket a közösségeket összehozni, mert közösség képtelenek az emberek. Tehát nem képesek erőt feszíteni egy közösségért, nem látják a közösségnek a valódi célját, értelmét, nem látják a saját szerepüket ebben, tehát ők mindenki nyerni akar egy közösségen, mindenki kapni akar egy közösségtől. Most a mindenki alatt ezt úgy értsük, hogy sosem beszélünk általában mindenkiről, hanem a legtöbben. Tehát ez egy általános jelenség, és azok viszik a közösségeket a hátukon, akik a munkát elvégzik. Azok általában a 50%-a egy ma közösségnek látszó gyülekezetek. Mert ezek sem igazi közösségek, hanem általában azért járnak össze, hogy valami előadást meghallgassanak, vagy valamilyen agápén, ugye valamilyen fogadáson részt vegyenek, hogy egyenek, igyanak együtt, és beszélgessenek. Ez egy tejfölnyalogató közösség, ami a jólétben tud működni, de a nehézségben, ahol a munkákat össze kell adni, ahol meg kell bízni egymásban, ahol abszolút ismerni kell a másiknak a hívés határait, és ahol mindenkinek alkalmazkodni kell a többiekhez, ahol el kell tűrni egy vezetést, és ez van nagyon nehéz eltűrni egy vezetést, főleg egy ilyen szabadidős dologban, nagyon érdekül a munkahelyeken eltűrjenek, de hogy egy vezetést is eltűrjenek, sőt ugye egy értékrendi közösségnek kell lenni a közösségnek, tehát az azonos értékrendűek tudnak igazán mély közösségi formálódni. Nagyon nehéz a legkülönbözőbb értékrendű embereknek nehéz időkben, amikor nincs annyi energia, együtt maradni, amikor dolgozni kell, amikor egymást meg kell tartani, akkor bizony kell az, hogy hasonló értékrendűek legyenek, és ezeknek a kiválasztódása is nagyon nehéz. Tehát én azt gondolom, hogy ezekről érdemes beszélni mindegyik részéről, hogy az emberek kezdjenek felkészülni arra, hogy legyen képük arra, hogy mi az igazi közösség. De most erre nincsen képünk, most azt gondoljuk, hogy ha mi elmegyünk egy Isten tiszteletre, vagy egy templomba, akkor, és akikkel oda járunk, azokkal már egy közösség vagyunk, ez nem így van. Vagy akikkel néha elmegyünk együtt nyaralni, azokkal egy közösség vagyunk. Nem. Az egy szórakozás, vagy egy olyan kis időszak, amit bármilyen emberrel együtt el tudunk tűrni. De az, hogy össze kell vetni a vállunkat, és meg kell bízni egymásba, és ki vagyunk szolgálatva egymásnak, és együtt kell verekedni magunkat egy nagyon nehéz időszakon, ami lehet, hogy 5-10 évig fog tartani, nem 1-2 évig, oda egészen másfajta lelkületű közösség fog szükségeltetni. Úgyhogy én azért beszélek erről szívesen, hogy ébrelezzenek az emberek, és szálljanak előtt. Becsapós a helyzet, hiszen a szóhasználatunkban közösségi média, közösségi ez, közösségi az, mintha már megvalósítottuk volna, mintha már ott tartanánk, hogy valódi közösségeket építünk, és te most ehhez képest beszélsz egy olyan közösségről, ahol mi most még nem tartunk ott. Ugye a válságálló közösségek eleve húsvér közösségek, tehát személyes közösség. Másrésztről karnyújtásnyira levő emberek közösségei, tehát nem 60 kilométerre levő Zoom közösségei, hanem olyan közösségek, hogy ismerik egymást meg tudják látogatni, akivel fizikai módon is össze tudnak fogni. Ez még bonyolultabbá teszi, mert embereknek már nem a lakóhelyük van a baráti körük, hanem valahol máshol. Ugye, és az további becsapás, ugye, amiről te beszélsz, hogy minden közösségének hívnak, hogy közösségi közlekedés van, közösségi autózás van, közösségi gazdaság van, most már sharing economy, akkor a közösségi médiafelületek vannak,
amire azt gondolják, hogy ők egy valódi közösséghez tartoznak, hogyha ennek a részesei, és ez ugye végső soron elkábítja őket, mert ők tényleg nem tesznek elő a terőfeszítés, hogy ez meglegyen, és fel kell ébrednünk, hogy emberi közösséget kell létrehozzunk, akik megnézünk egymásban. Most mondok valami nagyon érdekes, volt egy nagyon jó kísérlet, az arról szólt, hogy beültettek 5 embert, és abból 4 beépített ember volt. És kiraktak 3 gyufaszálat, egyiket félbetörték, és a másik 2 egész gyufaszál volt, és megkérdezték, hogy melyik a legrövidebb gyufaszál. És a 4 beépített ember ugyanarra a hosszú gyufaszálra mutatott. Azt mondta, hogy az a legrövidebb. És az 5. ember, aki az egészet nem értette, de 80-valahány százalékban azért, mert nem akart kilógni a sorból, azt mondta ő is, hogy az a hosszú a legrövidebb. A kísérlet második feléről kevesebbet szoktak beszélni, de az arról szól, hogy ha 3 beépített ember volt és 2 ismerős barátot beültette, és a 3 ember rámutatott a hosszúra, ezek 2-en összenéztek, azt mondták, figyelj ide, ugye? És azt mondták, hogy egyértelmű, miről van szó, és 10% ott is volt még 10% körül, aki összezavarodott, de azért 80-valahány százalékban 10%-ra csökkent annak az aránya, tehát a közösség, az, hogy ismerjük egymást, az, hogy értelmezzünk egy helyzetet, az, hogy tegyünk lépéseket, ahhoz kell ez a fajta bizalom, ez a fajta ismeretség és a terhelhetőség a másiknak, hogy együtt voltunk mi munkában. Nem, a mai csata, együtt voltunk csatában az, hogy együtt végeztünk el valami munkában. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm.